A keretből kimaradó Savic és a sérült Lecli nélkül új irányítóval Davisszel a soraiban lépett pályára a legjobb nyolc közé igyekvő pécsiek otthonában a nyíregyházi gárda. Az első negyedet 4 ponttal nyerte a házigazda, amely a második 10 percben állva hagyta a vendégeket, így 20 pontos baranyai előnynél vonultak a nagy szünetre a csapatok. A harmadik negyedben nagyot változott a játék képe, a nyíregyháziak sorra szerezték a pontokat, és egy 8 perces pécsi kosárcsendet kihasználva 3 pontra felzárkóztak, de a negyed végén a hazaiak ismét megtalálták a gyűrűhöz vezető utat. A záró 10 percben a Pécs ismét ellépett ellenfelétől, és végül 16 ponttal legyőzte a formáját továbbra is kereső nyíregyházát. Ha tudunk úgy játszani, mint ahogyan a második félidőben játszottunk, és hogy a harmadik negyedben küzdöttünk, akkor miért kezdünk el úgy mérkőzéseket, mint ahogyan elkezdtük ezt a mai találkozót is? Olyan játékosokra van szükségem, akik úgy küzdenek, mint ahogy a harmadik negyedben tettük ezt meg. Lehet hibázni a dobásokkal, senki nem dob 100%-kal, ez egyértelmű, de olyat nem engedhetünk meg magunknak, mint amiket megengedünk megengedtünk az első fél időben. Gondolok arra, hogy egy alapvonali bedobásból védekezés nélkül kapunk egy gólt, mert alszunk, megbeszélünk valamit a bizonyos játékszituációknak a védésére, nem hajtjuk végre. Ezek megengedhetetlenek, koncentrálni kell, és végig magas hőfokon kell játszani egy mérkőzésen. A Pécs edzője a győzelem ellenére sem volt maradéktalanul elégedett csapata játékával. Gratulálok a fiúknak, hogy megnyertük ezt a mérkőzést, de egyszerűen számomra felfoghatatlan, hogy a harmadik negyedben miért kezdett el a csapat koncentráció nélkül játszani. Egyszerűen hihetetlen, hogy nem értik meg a játékosok, hogyha mi komoly csapat szeretnénk lenni, aki play-offba szeretne bejutni, annak 40 percig koncentrálni kell. A forduló további eredményei: Mafc Alba Fehérvár 84-108, Jászberény Szeged 86-77, Kaposvár Zalaegerszeg 90-74, Kecskemét Körmend 86-74, Sopron Szombathely 82-81, Szolnok Atomerőmű Ese 71-58. A tabella élén a Szolnok áll 12 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Atomerőműt. A Marsó Nyíregyháza 3-12-es mutatóval a 12. helyen várja a Szolnok szombati vendégjátékát.